Lefeküdt a babám a gyepre, én is lefeküdtem melléje. Tájházzal gazdagodott a Zoborai Magyar Nyelvsziget központjában fekvő pográny. A létesítményben kialakított szobákban az egykora településen és a környékén élők mindennapjait mutatják be a látogatóknak, de az épület emellett időszaki kiállításoknak is helyet ad majd. A tájházban, ugye, ahogy korábban beszokták rendezni a házakat, próbáltuk autentikusan, tehát van asztal, ágy, ami különlegesség, mert nagyon kevés helyen maradt meg. Ez tulajdonképpen nappal étkező asztal volt, éjszaka pedig a gyerekek ebben aludtak. Van sarokpadunk, van konyhakredencünk, van szekrény, vannak ládáink, van bölcsünk, fölraktuk az ágyat úgy, ahogy korábban azt szokták. Az, a falakra fölkerültek a tányérok, ahogy valamikor régen csinálták. Tehát, hogy tulajdonképpen amivel be voltak rendezve azelőtt az ingatlanok, a családi házak, azzal rendeztük be. A 800 méteres telken található ingatlan megvásárlását és fejlesztését a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága 30 millió forinttal támogatta. A beruházás célja, hogy a szorvány területen segítse a magyar nyelv és kultúra megtartását. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár az átadón azt mondta, a határon túli magyar jövőhöz kell, hogy a magyar identitást megőrizzük és megerősítsük. Potápi Árpád János szerint a pogrányhoz hasonló fejlesztések ehhez járulnak hozzá. A pogrányban megvan a magyar szó, hogyha vannak magyar intézmények, ha vannak magyar tájházak, arra a többi község is felnéz és hasonlóval szeretné élni, hasonlót kíván kialakítani, hasonlót akar építeni, és ezáltal hozzájárulnak önök is, és mi, akik ezt támogatjuk hogy az itt élő zoborajai magyarság a következő évtizedekben, a következő évszázadban is meg tudjon maradni. Az 50 ban magyarok lakta pogrányban az a cél, hogy a létesítmény élő tájházként működjön. A tervek szerint kézműves és egyéb foglalkozásokat tartanak majd benne, és nem csak a helyiek, hanem a régióból érkező érdeklődők számára is nyitva lesz. Mi nagyon szeretnénk gyakran csinálni itt programokat, pont azért, hogy a fiataloknak is hívjuk fel a figyelmét arra, hogy milyenek voltak a valamikori népi szokások, népi hagyományok, mivel hogyha nem fogják ezt tudatosítani, hogy a gyökér táplál, és ezt nem, fogják, nem fogjuk továbbadni a következő generációnak, akkor természetesen ez egy idővel kihalna. Nagy jelentősége van annak, hogyha a tájház élő tájház lesz, és lesznek ezek a foglalkozások készítve, mert itt ott a fiatalok is betekintenek, és ez a kivárás mondjuk nagyon-nagyon szép szokott lenni ilyen hímzőtábor is, és hogyha fiatalok benéznek, akkor szerintem többnek megfogja a figyelmét, hogyha élőbe is látják. Mégiscsak más az, hogyha van készítve például egy videó vagy egy cikk róla, és más az, hogyha valaki ezt élőbe tudja látni, sőt ki is tudja próbálni. A polgármester tapasztalata szerint a középosztályban van igény arra, hogy megismerjék őseik hagyományait, szokásait, de a cél az, hogy a tájházba a gyerekeket, fiatalokat is bevonzák.